tagjai az előző egyre fújtett világban jelen bácsi nagyon szeretés tízes harmonikázni az bevezetőben. Erre kértük meg, hogy játszom egy szép számot, ami az önnek is kedvence. De hogyan kerül kapcsolatban a zenével? Hát én organista kántor tanítónak készültem. Hosszú ideig játszottam is, mint kántor, de a fordulat évében, 1948-ban inkább az iskolát választottam, mint a kántorságot. Abba hagytam, és ettől az időponttól kezdve inkább saját szórakoztatásomra játszottam, vagy szűk baráti kör részére. Később, amikor a gyermekeim már cseperedtek és anyagi gondjaim voltak, akkor megpróbáltam egy kicsit másokat is szórakoztatni megfelelő anyagi dotáció jutalmából. Szükségem volt rá, és mondhatom, hogy sokszor kétszer annyit kerestem fél időben, mint amennyit a pedagógus fizetésem adott. Így aztán nem volt nehéz a gyerekeimet útra bocsátani, főiskolán tanítatni, az életük megkezdésében maximálisan segíteni. Hát ez mind a zenetette, de ma már inkább, pedig most is szükségem lenne rá. Egészségi okok miatt is, meg azért is, hogy inkább emlékeim maradjanak, mint olyan anyagiak, amikkel úgy is eltört az ember, és semmi hasznát nem látom. Ajándékokkal szoktak kedveskedni azok, akiknek muzsikálok, és ezek az ajándékok a falon, a vitrínben, a nyaralóban, és mindenütt emlékeztetnek egy-egy kedves, szép estére. Hát ez a zenével való kapcsolatom. Illetve a zene többes szerepet is játszott. Egyrészt szórakozás, kertre és szabadidő hasznos eltöltését, illetve a köztudomású alapvány pedagógus a kiegészítését. Ezen kívül esetleg egy kiváló hát én többszörösen köszönhetem az életemet az embernek. A fronton eltöltöttem 2,5 esztendőt. Fiatal hadnagyként kerültem ki a frontra, és egy szakaszparancsnok voltam. Elment a századparancsnokom szabadságra, és engem bíztak meg ideiglenesen a század vezetésével. Zászlai parancsnokom kijött látogatóba, a hivatalos dolgok után egy kicsit elbeszélgettünk, előszöttük a hazai szilvapálinkát, dudarászott az öreg úr, én meg előszedtem a harmonikát és elkezdtem játszani. Azt kérdi tőlem az öreg, hogy te kadett, nem jönnél be az ezret a zászlóparancsnokság? Alezeres úr, a katona azt csinál, amit parancsol. Hát aztán bevitt a zászlóparancsnokságra, segédtiszti beosztásba. Körülbelül ugyanez az eset ismétlődött meg. Jött ki az ezredparancsnok, a feledi alezredes úr nagyon büszkélkedett, hogy milyen segédtisztem van, előszerette velem a harmonikát. Bizony nem tudta, hogy mit csinál. Én bekerültem az ezred
parancsnokságra rövid időn belül, szintén segédtiszti beosztásba, elengedték a másod segédtisztet szabadságra. Mikor az megjött, megkérdezte az ezredparancsnokom, hogy te Andaházy, nem akarsz te is menni szabadságra? Ő volt az első segédtiszt. Mondja, van itten, aki helyettesítse. Ó, hát van olyan ember, aki a háborúban ne akarna elmenni szabadságra. Hát hogyne, persze. Úgyhogy aztán ott maradtam, és mikor megjött az Andaházy százados, a ezredparancsnokom zászlóhajparancsnoki beosztásban helyezte át, ami neki előlépés volt, csak azért, hogy én ott maradjak. Hadosztály parancsnokom is többször volt látogatáson. Egyszer véletlenül úgy lepett meg, hogy ilyen tábortűzszerű tüneményben összegyűjtöttem a katonákat, persze nappal, mert ott éjszaka nem lehetett tábortüzet csinálni. Megáll a gépkocsi, piros lampaszt, altábornagyi rang, azt se tudtam, mit csináljak. De az öreg gyorsan odaért, a harmonikával a nyakamban jelentettem neki, hogy jelentkeztem, és jelentettem neki, hogy így a katonákat egy kicsit otthoni hangulatban igyekszem áttelepíteni, elfeledtetni velük az orosz vidéket, és hát azt kérdezte, hogy leülhet-e ő közébénk. 10 percre. Le. Az öreg úr leült, bizony ott volt majdnem másfél óráig, és hát egy másik alkalommal, amikor a Liza hegységből lejöttem, ahova Egerházy őrnagy, később nagyon jó barátom, azt mondta, hogy János, én csak akkor leszek nyugodt, hogyha te mész oda ki, mert rettenetes nyomás volt az oroszok részéről. Én ottan beteg lettem, mert volt úgy, hogy 2 napig nem kaptunk semmiféle élelmet. Az összvéreket, amelyek az élelmet hozták, azokat vagy az összvért lőtték ki, vagy csak a kondért, de hát a nyíláson keresztül kifolyt az étel, és vadalmát ettünk víz és étel helyett, mert szomjúság azért csak gyötörte az ember. És annyira beteg lettem, hogy ezt elmondani nem tudom, de hát nem akartam még a látszatát sem annak, hogy fut a patkány a süllyedő hajóról, és csak akkor mentem le, amikor leváltották az egész egységet. És jön a hadosztály parancsnok, hogy mi újság, hogy mint, és az ezred parancsnokom az mondja neki, hogy sajnos a segédtisztemtől meg kell váljak, mert most utalták be kórháromba. És én akkor rettenetesen nagy bátorsággal, nagy méltóságot, alázatosan jelentem, ha engem hazengednek szabadságra, és sokkal hamarabb gyógyulok meg, és sokkal hamarabb térek vissza az ezredhez. Rám néz. Hát te nem tudod, hogy az egész fronton nincsen szabadság? Dehogy nem tudom. Hát, hogy ne tudnám? Na de hát így is, úgy is innen meg kell válnom. Elmegyek valahova, mit tudom én, hova. Kórházba. Így pedig, hát ugyanezt az időt, amit távol kell lennem az ezredtől, otthon töltöm el. Azt mondja, hogy fiam, nem tudom. Lehet, hogy még visszatérünk rá. Este fele jött egy telefonüzenet, hogy menjek be a hadosztályparancsnokságra. Elengedtek szabadságra. Mire visszajöttem, nem volt ezért. Ha én ott vagyok, akkor egész biztos az előbbi példák alapján
olyan helyre küld ki az ezredparancsnokom, ahol hát a legmelegebb minden, és hát nem biztos, hogy életben maradhatok. Ez én annyira tudom, annyira érzem, hogy na, nem beszélve arról, hogy 2,5 évig voltam hadifogságban, ahol hát ilyen kultúrcsoportot csináltunk, sokszor vettem elő a harmonikát, az oroszok végtelenül szerették a harmonikát, nem egyszer fordult elő, hogy kivittek a dróton kívül, és az ő társaságukban játszottam. Itt tanultam meg rengeteg szovjet és orosz számot, dalt, úgyhogy képes vagyok 1,5 óra, 2 óra tiszta orosz számokat játszani. Nem véletlen, hogy a Kötönyibe annyira oda kaptak az oroszok. Bizony 1-2 órát játszottam, ha nem volt más vendég, aki igényelt a muzsikát, csak nekik. És 43 kilóval kerültem feljavító táborba, akkor, amikor megkezdődtek a foglyok hazaszállításai. Azért, mert az orvos nem bízott abban, hogy kibírom az utazást. Marsanszból kerültem 48 kilóval felhízlalva, és úgy kerültem haza. Még így is 43 kilóra fogytam le, hogy időnként az oroszok kivittek, és olyankor enni is, inni is adtak. Aztán úgy a szakácsok, pékek is néha-néha egy kis külön menázsit juttattak. De ha ez nincs, meg úgy járok, mint ott naponta, nagyon sokan. Minden reggel 5 vak ember került a balkon mellé anyagszült mesztelen, mert ha valaki meghalt, arról az utolsó darabot szétszették, szétkapkodták. Nálunk nem volt magazin, meg ruharaktár, meg egyéb. A halottaknak a dolgaiba tudott az ember valamit pótolni, és hát mit mondjak, ha én akkor nem zenélek, akkor nincs barátsága szakácsokkal, nincs barátsága a pékekkel, nincs barátsága az oroszokkal, és nem 43 kilóval kerülök feljavító táborba, hanem kikerülök a harckocsi árokba, ahol az volt a hadifogoly temetés, hogy két oldalról rápuszták a földet. Úgy, ez a hangszer volt. Nem ez a hangszer, nem. Az én, nekem volt hangszere. De amikor hadifogságba estünk, egy orosz katona látta, hogy mennyire nehezek a csomagjaim, és ő a hangszert elkérte, de valahogy úgy elváltunk egymástól, hogy nem tudta nekem visszaadni. Én se találkoztam vele többet, úgyhogy ő megmentett. De az oroszok a táborba adtak hangszert, mert ahhoz, hogy a kultúrcsoport működni tudjon, zenekarra is legyen, ahhoz szükséges volt, és szedtek ők össze ott annyit, hogy annak, aki értett hozzá, annak adtak hangszert. Így kerültem a hangszerhez. Hát ez is nagy dolog, hogy szerző. Valóban én írtam szövegét, dallamát, de nem érzem magamat dalszerzőnek, mert ez is csak a nagyok dolga. Ugyanúgy, ahogy nem érzem magamat költőnek, csak rímekbe gondolkodó embernek,
aki igyekszik a maga gondolatát érthetően, és minden cikornya nélkül úgy írni le, hogy a legegyszerűbb ember is megértse. És ha ezeket a rémikbe szedett dolgokat, ezeket elsősorban gyerekek részére írtam. Tehát ez is megköveteli azt, hogy a legegyszerűbb érthető szavakkal írja le az ember a gondolatát. Ma a zene. Hát nagyon sokan a legközelebb álló barátaim közül, akik néha-néha hallottak egyet-kettőt belőle, mindig arra ösztönöznek, hogy adjam a köznek a számára, de valahogy először is nem úgy készült, hogy a köz számára készüljön, másodszor van bennem egy olyan kisebbségi érzés is, őszintén, amelyik visszatart attól, hogy hát a köz számára adjam, a szélesebb nyilvánosság számára adjam, de szűk baráti körben ismerik. A Mátyás mondták. Most Rigó Béla elvitte a Móra Ferenc könyvkiadóhoz. Hát, hogy aztán ugyancsak a magyar népmesék legszebb, számomra legszebb rémekbe faragott példányait is elvitte, hogy aztán lesz-e belőle kiadás, vagy nem, azt én nem tudom. Ezekkel viszont, mert a legjobb lektorok az unokáim, azok megítélése alapján jónak mondható, a gyermekekhez közel áll, pedagógusok számára adtam nehányat, volt olyan, aki visszatért és még pénzért akart vásárolni 5-6 darabot, adtam neki ingyen 5-6 darabot, de pénzért nem adtam egy darabot sem oda, senkinek sem. Nem minthogyha rá nem lennék utalva, és ha hivatalos kiadásba kerül, akkor az pénzt is fog jelenteni. De elsősorban nem ezért szerkeztem. Erre megint úgy akarnak ráírni. Hát most aztán, hogy a Rigó Béla mit fog válaszolni, azt nem tudom, de elvitte magával. Hát ennyit a dalokról, a muzsikáról. Egyébként nagyon szeretek zenélni. Ezt már egyszer elmondtam, és ezt hangsúlyozni kívánom. És van egy nótám, amelyik minden alkalommal befejezés előtt eljátszásra kerül. Még egyszer adnunk el szívemből, úgy igazán. Ebben is erről tesz említést egy kommentárban dr. Halla László, az autótechnikának a vezérigazgatója. Mi is volna az a nóta? Zöldebben, milyen kis patak szélén. Ma, amikor nótázik, és ahhoz a részhez érkezik, hogy egyszer még hadd muzsikáljak szívemből, úgy igazán könyszökik a szemébe, de a vele együtt dalolók is meghatódnak. Hát... talán befejezésül újra legyek a hangszak. Hogy még egyszer! Hogy halljuk ezt a kedves nótára? Thank you.
földet ő mélyén, kis patak szélén, párjából csöndesen él. Egy cigár, egy vén öreg ember, a nótája nem kell, nem kell a nótája, senkinek sem vár. Szép tavasz járja, és zöld a fa ága, a vadgalamb vígan turnékol a fán. Őszfeje kábul, a szíve kitárul, s párjához így szól az öreg cigány. Hol van a hegedű várom? Tavasszal minden virám. A városba elmegyek máma, én az öreg cigány. Hogy még egyszer hadd muzsikáljon a szívemből úgy igazán. Szeretném elmuzsikálni, élnék a vén cigány, az öreg cigány, a vén cigány. És a vén ember eltipek csendben, hóna alatt a kopott hegedű, alig bír járni lábán megállni. Vén bolond szívében ott él a nevű. Városba érve fáradtan vérbe, egy csillogó fényes tere majd a jár. Félre fellobban, a szíve megdobban, s így szólal meg az öreg cigány. Nagyságos uraim, kérem, én nem tudom, ismernek-e még. Könyörgöm, de sokat húztam, valaha nem is oly rég. Csak még egyszer hadd muzsikáljon a szívemből úgy igazán. Mert szeretném elmuzsikálni, él még a vén cigány, az öreg cigány, a vén cigány. Csendett egy percig, így szólt az egyik: jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissatok ajtót, ezt a vénrajkót látni szeretnék, hogy repülni tud-e. Ugrik a pincér, hisz pénzt kap a viccér. Kül van az ember, kész a hatás. Jó öreg párja bárholtat találja, s beszól az ajtó: urak, jó mulatást! Nem muzsikál soha többé, csöndes lett a vén cigány. Erdőben alussza álmát, s vadgalom sír a fán. Jó öreg anyóka sírját, virággal díszíti már. S a galambbal sírva dalolja, élt egyszer egy cigány, az öreg cigány.
a vég. Szigány. Még egyszer harmonikáljak. És ezt elmondom minden muzsikálás után.